Bár a szerbiai általános iskolákban a hivatalos beiratkozás április 1-én kezdődik, az óbecsei általános iskolák a beiratkozási tevékenységeket már hétfőtől február 3-ától megkezdik, amikor a diákok szülei elhozhatják a szükséges dokumentációt. Az új iskola évben Óbecse község területén összesen 301 gyermek indul első osztályba. Óbecsén szeptember 1-től 199 elsős tölti be az iskolapadokat, Bácsföldváron 42, Péterrévén 43, Radicevicen 10, Milesevón és Dreán 4, Pecesoron pedig 3 elsős diák lesz. Ami újdonság, és amiről szeretnénk ezúton értesíteni a jövendőbeli elsősök szüleit, az az, hogy nem szükséges a születési anyakönyvi kivonat, mivel mostantól elektronikus úton történik a diákok beiratása. Az nem baj, ha van, mert akkor nekünk könnyebb a dokumentáció véget. De ha nincs nekik születési anyakönyvi kivonatuk, akkor nem kell emiatt sorban állni a szülőknek, hogy készhez kapják, mert nem kötelező. A beiratkozás hivatalosan április 1-én kezdődik, de mi szeretjük ezt már február elején elkezdeni, azért, hogy az igazgatók jobban meg tudják szervezni az oktatási nevelési teendőket. Ami a középiskolákat illeti, a tagozatok száma ugyanazon a szinten marad. Azaz a közgazdasági kereskedelmi és a műszaki iskolának 6-6 elsős tagozata lesz, a gimnáziumnak pedig 3. Arra fogunk törekedni, hogy a szerbiai gazdasági kamarával, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal és a helyi önkormányzattal közösen elkészítsük a beiratkozási tervet, amely eleget tesz a gazdaság, valamint a 8-os diákok és szüleik szükségleteinek is. Tavaly 366 diák fejezte be a 8. osztályt, idén ez a szám valamivel kisebb, 322 8-osunk van. A kísérettségiző tanulóknak lehetőségük lesz április 3-án Óbecse sportközpontjában megismerkedni községünk középiskoláival az oktatási vásáron. Az oktatási vásáron a Bratstvo, a közgazdasági kereskedelmi és a műszaki iskola, valamint a gimnázium bemutatja majd oktatási profiljait, és mindazt, amit ezekben az iskolákban tanulhatnak, illetve azt, hogy mit várhatnak el ezektől a középiskoláktól. A vásár 9-től 16 óráig tart, és nyitva áll a polgárok, valamint az általános iskolák szervezett csoportjai és tanárai számára is.